Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Elfogadták a költségvetést. Fiatalokra koncentrálnak, ifjúsági kulturális központot alakítanának ki a Szekszárdi placon. Felújítják a mauzóleumot Bonyhádon. 200 milliós kormányzati támogatásból menekül meg a műemléképület. Helyrehozták a problémás járdaszakaszt, újabb belterületi fejlesztés Pakson. Elfogadta a Szekszárd idei költségvetését a megyei jogú város közgyűlése. A Tolnai megyeszékhely ennek értelmében idén még 17 milliárd forintnál is több forrásból gazdálkodhat. Igaz, a büdzsé így is feszes lesz, hiszen rengeteg fejlesztés és pályázat van tervben. Közel 17,5 milliárd forintból gazdálkodhat idén Szekszárd, ez már biztos, a költségvetés első változatát ugyanis a törvényi előírásnak megfelelően csütörtökön elfogadta a megyei jogú város közgyűlése. A pénzből a kisebb felújításokhoz szükséges önerőre több mint 91 millió forint jut majd, de nagyobb fejlesztésekből sem lesz hiány, a polgármesteri hivatal munkatársai 19 pályázaton dolgoznak. A költségvetés elfogadását hosszas vita előzte meg. Az ilyen Szekszárd frakcióból többen is azt szerették volna, hogy az általuk vezetett bizottságok keretét jelentős mértékben az eredetileg tervezett 50 helyett 90 millió forintra emeljék. Én úgy érzem, hogy a bizottsági kereteket most megemelhetjük, és a dologi kiadások terhére emeljük most meg, és ha megjön a kompenzáció, akkor tárgyaljuk újra a dologi kiadásokat. A közgyűlési többség szerint viszont indokolatlan és felelőtlen lépés lett volna közel kétszer annyi pénzt adni például a kulturális és az oktatási bizottságnak, mint ami az eredeti tervekben szerepelt. A képviselők végül Zaják Rita módosító javaslatát fogadták el, ami szerint a bizottsági kereteket később még emelhetik. A bizottsági keret most 50 millió forintról szól, de hogy rögzítenénk azt, hogy amennyiben a kompenzáció megérkezik, akkor kötelezi az önkormányzatot arra, hogy a bizottsági keret 90 millió forintra egészüljön ki. Ez azt jelenti, hogy ha az önkormányzat megkapja az állami kompenzációt a helyi adóbevétel kiesés miatt, akkor az éjjelszekszert kérésének megfelelően újra napirendre tűzik a bizottságok által elkölthető pénzmennyiségét. Az ilyen Szekszárd képviselőinek több olyan indítványa is volt, amelyekre nemmel voksolt a többség. Például Murvai Árpád idén feltétlenül szükségesnek érezte volna egy olyan parkoló kialakítását, amit, amíg többségben voltak, nem tettek meg. A Fidesz frakcióvezetője szerint viszont a feszes büdzsé miatt idén különösen óvatosan kell bánni a politikai ígéretekkel, és mint Máté Péter mondta, ez vonatkozik az ilyen Szekszárd képviselőire is. Nem értek vele egyet, hogy néhány képviselőtársam zsarolási pozíciót kihasználva pénzhez szeret ezáltal jutni, és most jutott eszükbe 6 évvel ezelőtti parkolóépítés, ugye választási kampány is van, tehát mindenféle ígéreteket csikarnak ki, egyszerűen nem értem. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere a most elfogadott költségvetés kapcsán azt mondta, a legfontosabb, hogy sikerült a többség számára elfogadható büdzséről megállapodni, hiszen erre törvény kötelezte a közgyűlést. A lényeg az, hogy megvan, innentől kezdve természetesen vannak olyan részei a költségvetésnek, amit majd módosítani kell, vagy át kell értékelni, de az alapkiindulási helyzetet ezt el kellett fogadni. Természetesen a lehetőségeinkhez képest, ha az állami támogatások pozitívan alakulnának, akkor természetesen több módosításban értenék egyet és javasolnák is. A költségvetéssel kapcsolatban szerettük volna Bomba Gábort, az ilyen Szekszárd frakcióvezetőjét is megkérdezni, ő viszont egyetlen kérdésünkre sem volt hajlandó válaszolni. 5512 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.774.676 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 43.664-re emelkedett. 4.199 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 165-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.391.000-en kaptak. Tolna megyében 123 új fertőzöttet regisztráltak a hét harmadik napján, ezzel 37.759-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén.
A kormány és az operatív törzs döntése nyomán márciusban is folytatódnak az oltási akciónapok, jelentette be az országos oltási munkacsoport vezetője csütörtökön. György István, aki egyben a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, azt mondta, hogy csütörtökön és pénteken délután 2 és 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 10 és délután 6 óra között regisztráció nélkül fel lehet venni a soron következő koronavírus elleni vakcinákat. Eddig több mint 6.390.000-en vették fel az első oltást, mintegy 60%-uk pedig már a harmadikat is megkapta. Fiatalokat megcélzó kulturális teret alakítanak ki a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központhoz tartozó placon. Ez a terve az intézmény igazgatójának. Berlinger Attila azt mondja, a céljuk, hogy a piactéren található, nemrégen átadott épület igazi pezsgő hangulatú közösségi tér legyen. A placifűsági tér ez ideig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Mikor megépült, olyan közösségi teret álmodtak bele, mely napi rendszerességgel ad helyet elsősorban a fiatal generációnak. A Babits Kulturális Központ vezetése most arra törekszik, hogy életet leeljen az intézménybe. Ettől az évtől kezdve szeretnénk ezt a helyet is élővé tenni, és bevonzani a Babits Mihály Kulturális Központ és a Művészetek Háza mellett egy harmadik olyan rendezvény helyszínné, ahol talán a fiatalok kaphatnak hangsúlyosabb szerepet. A tervek szerint könnyű zenei koncertek, táncos programok és civil rendezvények helyszínéül szolgál majd a plac. A rendezvény tér másik funkciója szerint a szórakoztatás mellett egyfajta gyűjtőpontja lesz majd az épület az iskola utáni szabadidejüket töltő vagy busztaváró fiataloknak. Az ifjúsági korosztály zenei igényét kiszolgáló programok mellett az idősebbek szórakozását célzó zenés táncos estek is helyet kapnak majd a placon. A Ladies Night címet viselő olyan nőnapi retro party, ahova táncolni vágyó fiatal, középkorú és idősebb hölgyeket egyaránt nagy szeretettel várjuk. Ez a program egyrészt a nőnapi kavalkádnak úgymond a záróeseménye, de egyben egy olyan programsorozat része is, amelyel a placnak a népszerűségét és a programjait, az ismertségét kívánjuk növelni a jövőben. Az első ilyen program a nőnapi kavalkád című egésznapos eseménysorozat záró rendezvénye lehet. Enyhén csökken a szennyvizekben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a közösségi oldalán szerdán. Hozzátették, a koncentráció értékek csökkenése enyhe, egyelőre lassú ütemű, a mért értékek jelenleg az emelkedett koncentráció tartományba esnek. A vírus azonban továbbra is terjed, ellene az oltás jelenti a legerősebb védelmet, írta a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Nem engedjük, hogy bárki is belesodorja Magyarországot bármilyen háborús konfliktusba. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki annak kapcsán, hogy csütörtök hajnalban orosz katonai csapatok vonultak be a Magyarországgal szomszédos Ukrajnába. Szijjártó Péter szerint a legrosszabb forgatókönyv következett be az orosz-ukrán konfliktus tekintetében. A tárcavezető azt mondta, hogy Magyarország továbbra is kiáll Ukrajna szuverenitása, illetve területi integritása mellett. Természetesen legfontosabb feladatunk az, hogy a magyar emberek biztonságát garantáljuk. Az ukrajnai képviseleteink közt a kijevi nagykövetségünk is működik. Az imént beszéltem ma már több egyére a kijevi nagykövetünkkel, így Gyártó Istvánnal, aki elmondta, hogy Kijev belső részeiben a helyzet egyelőre nyugodt abból a szempontból, hogy harci cselekményeknek nyoma vagy hangja nincsen. Közel 200 millió forintos kormányzati támogatásból restaurálják az Ermel Vojnics mauzóleumot Bonyhádon. A felújítás során nem csak a temetkezési helyet, hanem a környezetét és 9 perccel sírt is rendbe tesznek. A szakértők szerint utolsó pillanatban sikerül megmenteni a műemléképületet. A teljesen felállványozott mauzóleum képe fogadja a bonyhádiakat. Az 1905 és 7 között épült temetkezési hely teljes rekonstrukcióját hajtják végre, a város megbízásából és a kormányzat támogatásával. Az épület közel 120 év alatt rengeteget rongálódott. Körben minden nyílást ólomüveg ablakok díszítettek, aminek a felújítás kezdetén már csak a töredékeit találtuk meg. A díszítő festés, ami bent egy nagyon szép, sokszínű belsőt fog mutatni majd, az pedig teljesen lekopott, és a korábbi beázások miatt szintén csak darabokban volt
rekonstruálható már a mintázat. Bár kőhatásúnak tűnik, az épület külső felét zsolnai pirogránit fedi, amit szintén nem kímélt az idő. A különleges borítás miatt pedig ennek helyreállítása is hosszadalmas és precíz munkát igényel. A beruházásra 198 millió forint kormányzati támogatást kapott a város, amiből nem csak az ikonikus mauzóleumot restaurálják, de rendbe teszik a környezetét és a körülötte elhelyezkedő 9 perccel sírt is felújítják. Tájidegen alászorult, előregedett fákat, faállományt ki kell vágni, a helyére pótlásokat kell elvégezni, és a terepet úgy kell kialakítani, hogy az épület bemutatható legyen. Tehát az önkormányzat azt tervezi, hogy egy tanúsvényként a perccel emlékhelyeket összefűzi, ez egyik kiemelt állomás lesz. Biztosítani kell, hogy az érdeklődők, a kirándulók, a diákok, a turisták, azok szárazlábbal tudjanak a parkon átkelni. A műemléképület eredeti szépségét várhatóan nyár elejére állítják vissza a szakemberek. 12 millió forintból újítottak fel egy járdaszakaszt Pakson. A beruházásra azért volt szükség, mert a fák gyökerei tönkretették a burkolatot és az alatta futó vízelvezető rendszert is. Az út új térkő burkolatot kapott és csapadékelvezető épült, valamint víznyelő rácsokat helyeztek ki. Ezek a fiatalok már az új térkőburkolattal ellátott járdát használják. Az út melletti hatalmas fák gyökerei mindamellett, hogy a járdát, a csapadék víz elvezetőt is tönkretették, így korábban nagy esőzések alkalmával befolyt a víz a mély garázsokba is. Ezek kiküszöbölésére újították fel 130 méter hosszan a járdaszakaszt. A fák gyökerei annyira felszabdalták magát a járdát és a alatta levő vízelvezető csöveket is, hogy nem látták már egyáltalán el a funkciójukat. Szerencsére most mind a két dolog megoldásra került, ami azt jelenti, hogy nagy átmérőjű esővízelvezető csövek lettek a járda alá lefektetve. Ez magyarázza némileg a magasságát is, viszont az, hogy több helyütt meg lett emelve, segíti a lejtések kialakítását. A szakemberek a beruházás műszaki átadásán épp szemrevételezik a korszerű járdát. Az út új térkőburkolatot kapott, csapadékvízelvezető csatorna épült alatta, valamint új víznyelőrácsokat helyeztek ki. Ez egy hónappal az átadási határidő előtt. Ugye a mögöttem és az előttem álló járdaszakasz mintegy 130 méter hosszan, hála Istennek elkészült, kiváló minőségben, jók a lejtései a járdának, esztétikailag is nagyon jól néz ki, és nagyon remélem, hogy funkcionálisan minden olyan igényt teljesíteni fog, amit kitűztünk a járda elé. A beruházás 12 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg. A Tolna megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai a rendőrség képviselőjével együtt nézték meg a roma hősökről szóló kiállítást Szekszárdon. A tárlat azokat a roma származású embereket mutatja be, akik sokat tettek Magyarország kulturális fejlődéséért, vagy életüket áldozták a szabadságért. A megjelentek egyetértettek abban, fontos, hogy a nehéz sorsú gyerekek előtt pozitív példa legyen. Elismertetni a cigányságot, erre tettem fel az életem. Ez olvasható Rostás László tablóján. Ő az egyike azoknak, akikre példaképként tekinthetnek fel az emberek. A Tolna megyei roma önkormányzat tagjai a rendőrség képviselőivel együtt nézték meg a roma hősökről szóló kiállítást, melyet a Terrorháza Múzeum hozott létre és indított útjára az országban. Az elmúlt napokban Szekszárdon volt látható a tárlat. A kiállításon ugye a roma hősökkel kapcsolatban nézhetnek meg az állampolgárok leíratokat, és ezt most itt kollégáimmal együtt, illetve a roma vezetőkkel együtt fogjuk megtenni, és emlékezünk azokra a hősökre, akik sokat tettek azért, hogy a cigányság Magyarországon is megfelelő teret kaphasson. Balogh László, a Tolna megyei roma kisebbségi önkormányzat kulturális bizottságának vezetője elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a roma és magyar emberek egyaránt megismerjék ezt a 11 a legkülönbözőbb társadalmi hátterű és foglalkozású roma embert, akik hozzájárultak a hazai cigányság közösségének építéséhez, Magyarország kulturális fejlődéséhez, színesebb ételéhez, vagy hazájuk szabadságáért áldozták életüket. Ezt a kiállítást kéne tovább folytatni, több városba levinni, megmutatni az embereknek, hogy ne csak a rossz oldalát lássák a úgymond a többségi társadalom, hanem azokat az embereket is kell lássák, akik részt vettek azokba a dolgokba, amire ugye nem gondolnak nagyon sokan. Balogh László azt is hozzátette, fontos, hogy a roma gyerekek is fel tudjanak nézni valakire, és lássák, hogy bármilyen nehéz körülmények között élnek is, kitartással bármi elérhető. Regionális híreink következnek.
Új modern buszok járják Somogy útjait, 330 millió forintból fiatalodott tovább a járműpark. Közepes évet zártak a gabonatermesztők Baranyában, országosan jó év volt a 2021-es. Szemtanúkat keres a rendőrség Pécsen, a gyalogosok biztonságára is felhívják a figyelmet. Mintegy 330 millió forint összértékű, négy új nagy befogadó képességű Volvo 8900 típusú autóbusszal fiatalodott a Volánbusz Somogyi járműparkja. A légkondicionált autóbuszokat környezetkímélő motor hajtja, valamint fedélzeti kamerarendszerrel és USB töltőpontokkal is felszerelték. Három jármű a kaposvári, egy pedig a siófoki telephelyre érkezett. Megérkeztünk felirattal jelezték, hogy új buszok álltak forgalomba a kaposvári autóbuszállomáson. A járműveket hivatalosan szerdán adták át. Az utasok számára, akik majd használni fogják, vagy a korábban átadott buszokat már megtapasztalhatták, látják, hogy mindenféle tekintetben ez egy 21. századi megoldás már. A utasbiztonságtól a kamerarendszeren át az USB csatlakozókig, hogy lehessen a telefonokat vagy az okoseszközöket feltölteni, gyakorlatilag az akadálymentesített fellépésig egy egész más világ fogadja az utasokat. Kaposvár város a teljes helyi járatú buszparkját korszerűbbre cserélte az elmúlt években, de hamarosan elektromos buszokkal is viszik az utasokat, mondta Borhi Zsombor. Ezt a környezettudatos szemléletet képviselik a Volánbusz új helyközi buszai is, tette hozzá a megyeszékhely alpolgármestere. Ezek a buszok, ezek Kaposváron is fognak dolgozni, a kaposváriak levegőjét is fogják kímélni, és a kaposváriaknak nyújtott szolgáltatás színvonalát is emelni fogják. Most a Volánbusz 50 darab hosszú kivitelű új autóbusza kezdte meg a szolgálatot országszerte. Ebből négy jármű érkezett Somogyba, mintegy 330 millió forint értékben. Ezek a járművek a többi között a Kaposvár Fonyód, a Kaposvár Szigetvár, a Kaposvár Marcali, a Siófok Ádánd Tab és a Siófok Ságvár Tab útvonalon közlekednek majd. Árpából történelmi rekordtermést, búzából a megelőző évinél nagyobb mennyiséget takarítottak be 2021-ben. Hazánkban. A nyári hőség ugyanakkor az elmúlt három évtized legalacsonyabb kukorica terméséhez vezetett. A felvásárlási árak minden főbb szántóföldi növény esetében jelentősen nőttek 2020-hoz képest, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványából. Ennek kapcsán a baranyai gabonatermésről kérdeztük az Agrárgazdasági Kamara megyei elnökét. Összességében közepes évet zártak a gabonatermelők Baranya megyében, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi elnöke. Rittinger József a betakarítás ütemezése szerint beszélt a termés átlagokról stábunknak. Elsőnek volt az árpa, az még megfelelő, jó minőségbe, jó mennyiségbe került magtárba, az azt jelenti, hogy a tavaly előtt évhez képest ugyanannyi termett, abból terméscsökkenést nem tapasztaltak a gazdálkodók. Utána következett a buza, hát az igen már vegyes képet mutatott, ott már volt, ahol a 6,5 tonna helyett csak 5 tonna került betakarításra. A repcével folytatottak a munkák, ami rossz eredményeket hozott megyénkben 2021-ben. 3,5 tonna volt az előző évi átlag, ami a tavalyi évben csak 2,9, utána jött a napraforgó, az is 3,3-ról 2,4-re lecsökkent, és utána jött a kukorica, ami nagyon-nagyon vegyes képet mutatott, ahol volt eső, ott azért a 8-9 tonna termés megvolt, ahol meg nem, ott a 2-2,5 tonna. Tehát nagyon szétszórt volt. A kukorica átlagosan 2 tonnával kevesebbet hozott hektáronként Baranya megyében tavaly, mint 2020-ban. Területileg is nagyon változó képet mutat a gabonatermés. A Mohácsi térségben például kevesebb termet ezekből a növényekből. A Szigetvár és a Bói térség azonban jó évet zárt gabonából, mondja az elnök. Szemtanúkat keres a baranyai rendőrség több eset kapcsán is, a február elején történt halálos motoros ütközés ügyében, és a napokban a távolsági buszpálya udvaron történt gyalogos kázolás miatt. Csetényi Éva sajtóreferens stábunknak elmondta, mire kell odafigyelni a gyalog közlekedőknek, hogy elkerüljék a balesetet.
Mint arról korábban beszámoltunk, halálos baleset történt a 6-os főúton Pécs határában, a Pláza bekötő útján. Még február elején történt az eset, amikor egy motorral közlekedő nekiütközött az előtte megálló autónak, így szerezve súlyos sérüléseket, melyek a halálát okozták. A napokban pedig egy gyalogost ütöttek el eddig tisztázatlan okból és körülmények között a távolsági buszpályaudvaron a Baranyai megye székhelyen. A rendőrség az esetek kapcsán szemtanúkat keres. Kérjük, hogy aki szemtanúja volt az említett baleseteknek, hogy azokról bármilyen érdemleges információval rendelkezik, azt tegyen bejelentést telefonon, vagy személyesen munkaidőben a rendőrségen. A személyes bejelentéseket a halálos baleset kapcsán a Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályán az Atinai út 7-9 szám alatt, míg a gyalogos elütés kapcsán a pécsi rendőrkapitányságon a Varga Damján utca 3 szám alatt tehetik meg. Baleset megelőzés szempontjából már adtunk hírt a motorosokra vonatkozó tanácsokról, most a gyalogos közlekedést vettük górcső alá. A szakember elmondta, hogy a gyalogosok a forgalom legvédtelenebb, legsérülékenyebb résztvevői, de sokszor elfelejtik, hogy a KRESZ szabályai rájuk is vonatkoznak. A gyalogosokat arra figyelmeztetjük, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat betartva a részükre fenntartott járdán közlekedjenek. Az úttesten való átkelésükhöz pedig mindig a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket vegyék igénybe. Az autósokat arra kérjük, hogy vezessenek körültekintőbben, és legyenek türelmesebbek az úttesten lassabban haladó gyalogosokkal szemben, és biztosítsák biztonságos átkelésüket. Sokszor ugyanis hirtelen, körültekintés nélkül lépnek le a gyalogosok a zebrára. Igaz, az átkelőhelyen elsőbségük van, ám az autósok nem minden esetben észlelik őket, főként rosszabb látási viszonyok között. Ezért is fontos a körültekintő közlekedés mind a járművel közlekedők, mind a gyalogosok számára. Urbán tájfutásra várta a hallgatókat és az oktatókat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampusza. A résztvevőknek két fős csapatokban 4 pályát kellett teljesíteni, minél rövidebb idő alatt és minél pontosabban. A történelmi esemény ez, önök lesznek az első, akik teljesítik ezt a feladatot, és bízom benne, hogy 10 év múlva majd nosztalgiázunk, vagy akkor elkezdtük ezt 2022-ben, vagy a Covid vége felé, nem is gondoltuk volna, hogy 10 év múlva is még lesz ilyen. Úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek, legyenek büszkék, hogy elsők, legyenek ügyesek, tájékozódjanak jól, és legyenek gyorsak, ugye gyorsak is. Több mint 100 egyetemista várta a kampusz bejáratánál a startot. A résztvevők között akadtak olyanok is, akik már nem először vesznek részt ilyen versenyen. Ebben a sportban az érdekes, hogy a térképet ugye meg kell tanulni, olvasni, és nem mindegy, hogy merre fut az ember, illetve hogy melyik pontokat szedj össze, milyen sorrendben. Hát egy kicsit gondolkodni kell benne. A fiataloknak a kampusz tájfutó térképét értelmezve kellett különböző pályákat és távokat teljesíteniük. A hallgatóknak párokba kellett előzetesen regisztrálniuk, és tulajdonképpen csapatjátékot játszunk, ahol 4 különböző pályát kell nekik majd teljesíteni. Egy pályának a hossza, a kérdésére válaszolva, olyan 5-600 méter. A hagyományos tájfutásnál az idő és a pontosság is fontos. Az urbán változatnál azonban nem feltétlenül a gyorsaság a fő tényező. Itt nem a futáson van a hangsúly, hanem inkább a pontosságon és a jó térképolvasáson és a jó tájékozódási képességen. Reméljük, hogy tetszeni fog a hallgatóknak, mi egy nagyon izgalmas játékkal készültünk, most egy kicsit mi is izgatottok vagyunk, hogy ők hogyan fognak ehhez hozzáállni. Bár a fiatalok közül sokan most próbálták ki először a tájfutást, jó csapatépítő programnak tartják. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó és nagyon jó kis közösség összekovácsoló programok ezek, hiszen nem csak osztályszinten, de évfolyam szinten, vagy akár egyetemi szinten is új embereket ismerünk meg, és ezek mindig ilyen kis mókásan telnek. A szervezők azt remélik, hogy hagyományt teremthetnek majd a kezdeményezéssel az egyetemisták körében. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Közgyűlés Szekszárdon, elfogadták a költségvetést. Fiatalokra koncentrálnak, ifjúsági kulturális központot alakítanának ki a szekszárdi placon. Felújítják a mauzóleumot Bonyhádon, 200 milliós kormányzati támogatásból menekül meg a műemléképület. Helyrehozták a problémás járdaszakaszt, újabb belterületi fejlesztés Pakson.
Pénteken eleinte változóan felhős, napos, délután borongós időig érkezik, hidegfront érkezik megerősödő északnyugati széllel. Itt-ott előfordulhat kisebb eső, havas eső, éjszaka vékonyodik, reggelre csökken a felhőzet. Számottevő csapadék nem hullik, a szél kissé mérséklődik. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!